idén is Ponyádon tartották a Halmos Béla országos népzenei találkozót. A rendezvény első és második napján versenyműsor keretében mutatkoztak be a népdalosok, népzenészek. Őket neves zsűri értékelte. Köztük volt Juhász Katalin néprajzkutató, Vizeli Balázs, a Vizeli Trió prímása, Mohácsi Albert, bonyhádi származású népzenész, és Eredics Gábor, Kossuth Díjas népzenész. Az eseményt, ami 4 évtizedes múltra tekint vissza, 2 évente rendezik a Tolna vármegyei településen. A találkozó az alapfokú, középfokú és felsőfokú népzene oktatásának is a szemléje, mondta Eredics Gábor. Én emlékszem, hogy nagyon komoly előadók itt tűntek fel először. Itt ismertünk meg néhány nagy zenészt, olyanokat is, akik aztán később, amikor például a népzenei tanszék létrejött, a népzene tanszék a Zeneakadémián, itt fellépő fiataloknak érdemes volt már kihirdetni, hogy olyan kapcsolatban vannak már a népzenével, hogy az egyetemi tanulmányok is reálisak számukra. Hát most idén mi történt? Nagyon sok jelentkező volt. A szervezők gondolkoztak is azon, hogy vajon ez a 2 nap elég lesz ez. Mindez mit jelent? Azt jelenti, hogy jó a terepen nagyon jó munka folyik, tehát az iskolákban magas szinten oktatják a népzenét. A találkozó egyik legnagyobb pozitívuma, hogy a fellépők megfigyelhetik egymás produkcióit, így tanulhatnak és fejleszthetik magukat. Az esemény nagy tapasztalatot tud adni a tanároknak, diákoknak és a szülőknek is. Az a jó itt, hogy a énekesek és a hangszeresek nincsenek külön választva. Sőt, a korosztályok sincsenek. Tehát egy egészen fiatal, talán 1 éve tanuló gyermek is meg tud mutatkozni, egy ifjú, és akár egy felnőtt is. És itt is, ma is ezt láthattuk. És nagyon különleges hangszerek is meg tudnak jelenni. Ugye a mai napon a népdalénekesek a csoportos népdaléneklést felmutató nagyszerű csoportok mellett kamara produkciókat is láthatunk. Tehát nem csak a szólisták és a csoportos éneklésnek van terepe, hanem ének és hangszer. Bonyhád polgármesterét, Filoni Ferenci Baját nagy büszkeséggel töltötte el a jubileumi alkalom megrendezése. Én fogalmaztam az előbb a köszöntőmben, hogy nincsenek véletlenek, hiszen ennek a kultúrháznak az elődjeiben dolgozott népművelőként az a Szabó László, akinek egy ötletéből valósult meg, bár ő akkor nem csak népművelő volt már, hanem népzenész is, és a mai jelenlegi művelődési központunk igazgatója Juhász József pedig, aki hosszú évek óta szervezi ezeket a találkozókat. Sőt, tudom ezt még fokozni, hiszen a kiváló zsűri egyik tagja, Mohácsi Bertalan pedig a Dűvő Zenekarnak az egyik zenésze, nagybőgőse, szintén ennek a Szélkerék Együttesnek volt valamikor a tagja. Szóval én azt vallom, hogy nincsenek véletlenek, mindig minden sikeres rendezvény és egy hagyomány általában az én tapasztalatom szerint egy jó ötletből indul ki. Büszke vagyok arra, hogy az intézményünk nem csak ugye házigazdája ennek az eseménynek, hanem a szervezője is. A rendezvény eredményhirdetéssel zárult.